Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Megyeri Jonatán vagyok, gyertek tanulni. Még egyedül vagyok, kicsit magányosan, itt a Facebookon, de gondolom ez nem fog sokáig tartani, és már több hirtelen tizen is lettünk. Jó estét kívánok Juditnak, szeretettel üdvözlöm Tímát, jó estét kívánok Dávidnak, Zoltánnak, Rozáliának, csupa ismerős név, gyülekezik a kemény mag. Szeretettel üdvözlöm Hananelt. Ezt vele még nem találkoztam, de lehet, hogy remélem, hogy fogok még sokszor. Jó estét kívánok Jéger Laci barátomnak, remélem, hogy Kati is jól van, Tíme, remélem, hogy Anna is jól van, remélem, mindannyian jól vagytok. 24 óráig nem találkoztunk, egészen borzasztó. Jó estét kívánok Máté Lelának, Blezsán Lacinak, szeretett üdvözlöm Bernadettet. Most már több mint 50-en vagyunk, úgyhogy ideje elkezdeni. Két kérdés is érkezett, ezzel szeretném kezdeni. Jó estét kívánok Kósa Lacinak, remélem, hogy jól van a család, Ernő, Mária. Sok ismerős arc, sok ismerős név, jó estét kívánok Veronikának is. Szóval két kérdés érkezett, az egyik. Tisztelt Rabbi úr, régóta követem az élő adásait, és nagyon inspirálónak találom őket. Eszembe jutott egy érdekes kérdés a mai adást nézve. Gondolom ez tegnap volt. A kereszténységben létezik két felfogás a csodákat illetően. Az egyik, hogy azokat Isten csak régen tette, például a 10 csapás, Vöröstenger kettéválasztása, stb. Ma már nem. Ezt hívják a teológusok szenszacionizmusnak. A másik pedig, hogy Isten ma is tesz hasonló csodákat, alkalomattán, ha szükség megkívánja. Ez pedig a katuanicionizmus elve. Tehát az lenne a kérdés, hogy a zsidó vallásban van-e ehhez hasonló felfogás, hisznek-e önök a csodás jelenségek mai relevanciájában? Vannak-e manapság csodák? Ez itt tulajdonképpen a kérdés. Vagy a csodák azok olyanok, amelyek régen voltak? Szuper jó kérdés! Szuper jó kérdés, és mint minden szuper jó kérdésre nincsen egyszerű válasz, pontosabban van egyszerű válasz, egy szóban is összefoglalhatnám arra a kérdést, hogy vannak-e ma csodák, úgy is összefoglalnám, hogy vannak, igen, 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 vannak ma is csodák, de ennél sokkal ugye intellektuális, nagyobb intellektuális kihívást jelent, hogyha egy kicsit beszélünk is arról, hogy mit is jelentenek a csodák, és hogy mi az, hogy mit jelent az, hogy ma is történnek csodák, és miért nem történnek ma olyan csodák, mint például a Vöröstenger kettéválasztása, vagy mit tudom én, a Bálámnak a beszélő szamara például, hogy csak ilyen tórai példákat mondjak, vagy az egyiptomi 10 csapás, és így tovább. Oké. Most ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz először meg kell határozni azt, hogy mit tekint a judaizmus, mit tekint a zsidóság csodának. A zsidóság azt mondja, hogy az Isten a világot a természet keretrendszerében alkotta, hogy Isten a világ megalkotásakor a természet törvényei alapján, a világ a megalkotása óta a természet törvényei alapján működik, és csodának hívjuk azt, amikor valami rendhagyó dolog történik, tehát valami, ami a szokásostól, a természet törvényei, ennek a szokásától eltérő dolog. Mint például a Vöröstenger kettéválasztása. Ugyebár a Vöröstenger nem nagyon szokott szétnyílni, sőt, soha nem fordult még ilyen elő, mindösszesen egyszer a világtörténelemben, 3333 évvel ezelőtt, akkor szétnyílt a Vöröstenger, amikor a zsidók odaértek az egyiptomi kivonulás során. És akkor szétnyílt. Azóta nem nyílt szét a tenger, és az előtt sem nyílt szét a tenger. Tehát valami olyan rendkívüli dolog történt, ami nem illik bele az Isten által alkotott természeti keretrendszerbe, a világ természeti keretrendszerébe. Ezt nevezzük csodának. Hogyha földobom a labdát, az a labda a természet törvényei szerint az le fog esni, mert Isten úgy teremtette a világot, hogy a nagyobb dolgok vonzzák a kisebb dolgokat, a föld az egy sokkal nagyobb dolog, mint a labda, ezért tehát a föld vonzza magához az a labdát, ezt hívják gravitációnak, és ez a természet törvénye, így működik a világ. Hogyha én földobnám a labdát, és az nem esne le egyszer csak, ezt nevezném csodának, hiszen olyan valami olyas valami történik, ami nem a természet keretrendszerén belül történik. Ugye ez teljesen egyértelmű, ezzel szerintem mindannyian egyetértetek. Most ilyen tekintetben természetesen ma is vannak csodák. Hogy ne lennének? Ma is vannak olyanok, amikor, mit tudom én, minden logika és minden, a természet minden törvénye azt diktálná, hogy például valamilyen esemény valamilyen végkimenetellel rendelkezzen, valamilyen módon legyen vége, vagy valamilyen módon legyen eredménye, és ehhez képest valami más dolog történik. Ugye, amikor beadsz egy tesztet matematikából, úgy, hogy a 10 kérdésből csak egyre válaszoltál, és 5-öst kapsz.
Ez egy csoda. Ez hiszen a természet rendszere, Isten, az Isten által megalkotott természeti rendszer az az, hogy a tíz kérdésből ha csak akkor kapsz ötöst, hogyha 10 kérdésből 10-re válaszolsz, akkor nem, hogyha csak egyest. De előfordulhatnak olyan esetek, hogy csoda történik. Például, mit tudom én, más gyerek az osztályban még egy kérdésre se válaszol, ezért a tanár úgy dönt, hogy azt az egy gyereket megjutalmazza, aki vette a fáradtságot, hogy egy kérdésre válaszoljon, és ad neki egy ötöst. Ez egy csoda. Az, hogy a tanárnak ez eszébe jutott, az, hogy semmelyik gyerek nem írt, te voltál a gyerek, aki 10 kérdésből csak egyre válaszol, mert csak arra az egyre tudott válaszolni. A természet törvényei szerint neked simán karó egyest kellett volna kapjál. De Isten úgy intézte a dolgokat, hogy a többi gyerek még ennyit se csináljon, többi gyerek még ennyit se tudjon, és a tanár példát akarjon statuálni veled, és így tovább, ezért ad neked egy ötöst. Ez egy csoda. Persze nem olyan nagy csoda, mint a Vöröstenger ketté választása, de ez is egy csoda. Most. Akkor beszéljünk a Vöröstenger ketté választása féle csodákról. Tehát akkor azt mondtuk, hogy mai világban is természetesen vannak csodák, kisebbek és nagyobbak. Azt nem nevezzük csodának, hogy a nap fölkel reggel, és lemegy este. Bár csodálatos esemény, fantasztikus dolog, ha belegondoltok, hogy a nap milyen megbízható, holnap reggel ugyanúgy föl fog kelni, mint holnap után, és azután, ez már önmagában egy csodás esemény, de nem nevezzük csodának, hiszen ismétlődő, repetitív dologról van szó, és nincsen semmi, ami kimozdítja ebből. Ha egyik nap a nap például ugye leír egy pályát a föld fölött, ugye hát hiszen a föld megfordul a saját tengelye körül, ugye leír egy pályát, kell keleten és nyugszik nyugaton, de például Józsué idejében, ugye ahogy olvassuk a Bibliában, Józsué könyvében, Józsué, ő megállította a napot Gilgálnál. Azért, hogy a csatát meg lehessen nyerni, hogy tovább legyen világos. Megállította az időt, ha úgy tetszik. Nem telt az idő. Ez egy csodás esemény. Ilyen nem szokott előfordulni, sőt Józsué előtt, és Józsué óta se fordult elő. Ez egy csodálatos esemény. Most, a Maimonides, a Rambam, a Maimonides, a híres 11. 12. századi zsidó filozófus, ő azon az állásponton van, hogy a csodák, azok tulajdonképpen csak a mi szemszögünkből számítanak csodás eseménynek. Mert olyan ritkán történnek, lehet, hogy csak összesen egyszer a világtörténelemben, az nagyon ritka, ugye, egy is ritka, olyan ritkán történnek, hogy ez amiatt, hogy olyan ritkaság, amiatt tulajdonképpen csodának tűnnek, de valójában nem csodák. Mondja Maimonides. Maimonides azt mondja, hogy tulajdonképpen igazából a csoda az semmi más, mint valami, amit az ember nagyon ritkán észlel. És egy olyan példát mond a Maimonides, ezt talán egyszer még valamikor tavasszal említettem, egy olyan példát mond a Maimonides, vagy mondok pontosabban egy ilyen modern példát. Mit tudom én, elmész Kecskemétre a Mercedes gyárba, és megállsz a futószallag mellett, ahol az új autók kijönnek. És jönnek az autók, és mindegyik autó, Mercedes, A osztály mondjuk, és fekete. A fekete A Mercedesek jönnek a futószallagon egymás után, szinte végtelen sokaságban. Reggel 8-kor odaállsz a futószallag mellett, és látod, ahogy jönnek a fekete A-osztályos Mercedesek, a fekete autók jönnek a futószalagon, és délután 3-kor még mindig fekete A-osztályú Mercedesek jönnek. Ha te nem tudod, nem ismered a gyár termelését, és egyáltalán nem tudsz semmit a világról, akkor azt is gondolhatnád, hogyha te így valamilyen űrből potyant ember lennél, akkor azt is gondolhatnád, hogy ebben a gyárban bizony csak fekete Mercedeseket gyártanak, csak fekete A-osztályú Mercedeseket gyártanak. Ugye, mert mi, amikor idejöttem, akkor is azt csinálták, és miután hazamegyek, azután is ezt fogják csinálni, bizonyára itt csak fekete Mercedeseket gyártanak. De ha egyszer csak jön egy, ugye másnap is ott vagy, jönnek még mindig a fekete Mercedesek, harmadnap is, és harmadnap délben egyszer csak megjelenik egy fehér autó, és aztán megint követi őt sok fekete, akkor azt mondod, hogy egy csoda történt. Hát eddig csak feketék jöttek, és mindig csak feketék, és most egyszer volt egy fehér, ez egy csoda.
Ott semmi más nem történt, mint aki beprogramozta a gyártósort, aki beprogramozta a komputert. Jó estét kívánok, a feleségem is csatlakozott, szeretettel üdvözlöm. Szóval, hogy egy szobával arrébről egyébként, nem kettő szobával arrébről. Szóval, hogy semmi más nem történt, mint az, hogy aki beprogramozta az aznapi autógyártást, ő azt mondta, hogy legyen 4500 fekete autó, és utána legyen egy darab fehér, aztán megint legyen 5000 fekete autó. Magyarul csak a szemlélő számára tűnik ez csodálatosnak. Ha valaki, ha megkérdezed azt, aki írta a komputerprogramot, számára egyáltalán nem csodálatos ez a dolog. Szóval persze, hát 5000 autót akartam feketét, aztán egy fehéret, aztán megint 5000 feketét. De ha te ott állsz a fekete gyártósor közepén, és már tegnap is olyan fekete autók jöttek, és holnap is olyanok jönnek, és közte van egy fekete, egy fehér autó, akkor azt gondolod, hogy ez egy csoda. Ezt mondja a Maimonides is. Azt mondja, hát hogy Vöröstenger szétnyílt, hát persze, hogy szétnyílt, mert a Vöröstengernek szét kellett nyílnia, mert Isten úgy programozta be a világ teremtésének a nagy programozásába, hogy amikor a zsidók majd odaérnek egyiptomi kivonuláskor a Vöröstengeren, akkor a Vöröstenger nyíljon szét. De ez pusztán számunkra tűnik csodálatosnak, hiszen előtte meg utána soha nem nyílt szét még a Vöröstenger. Isten tekintetében ez egyáltalán nem tűnik csodálatosnak, vagy csodásnak, hiszen ő pontosan tudta, hogy ez úgy lett beprogramozva. Ilyen tekintetben a Vöröstenger szétnyílása, akkor és abban a pillanatban ez egy Isten által megrendelt esemény. Ez a Maimonides véleménye, és ezt támasztja alá egyébként az, amit tanultunk a Misnában, még nem olyan nagyon régen, talán valamikor késő ősszel, ősztáján, amikor azt mondja a Misna, az Avot traktátus 5. fejezete, pont ezt a, ugye tanultuk ezt a traktátust együtt, itt ezen a tanuláson, azt mondja a Misna, hogy Isten 10 dolgot teremtett a világ teremtésekor péntek délután, mielőtt, mikor alkonyodott, mikor szürkül, nem alkonyodott, mikor szürk, pirkat, mikor szürk, alkony, ugye az a naplemente felé, amikor szürkületben, a bénhásmásod a szürkületben, ami már se nem péntek, de még mindig nem szombat. Mielőtt beállt volna, hogy a teremtés művében Isten megpihent szombaton, mielőtt a pihenés elkezdődött volna, mielőtt a sabát elkezdődött volna, Isten még megteremtett 10 dolgot a világon. Mi ez a 10 dolog? Piháretz, a föld szája, amely elnyelte Korachot, amikor ki Mózes ellen lázadást intézett, ugye Mózes 4. könyvében, amiről olvasunk. Pihaber, a kútnak a szája, amely a zsidóknak vizet adott a pusztaságban, a Miriamnak a kútja, ami a víz, amit ittak. Piháton, a szamárnak a szája, ugye Bálám történeténél, ami beszélni tudott, ha keset, a szivárvány, ha man, a manna, ve a mate, és Mózesnek a botja, amivel ugye a csodákat csinálta az Egyiptomban, ve a samír az egy különleges bogár volt, vagy különleges ilyen bogár volt, amivel a szentélynek a köveit vágták, harabdálta a köveket, és azáltal az vágta ilyen tökéletes méretűre a köveket. Ez egy misztikus állat, amiről írtam a blogomban, lekvárizsempol.hu, keresétek ki a Samirról szóló bejegyzést. Haktáv, azt a betűt, haktáv, veha michtáv, a betűket és az írást, ami a kőtáblára lett lejegyezve, ezeket is péntek délután teremtette, ha vehalluchot, és a két kőtáblát is, amire a 10 parancsolat fel lett írva. Szóval a Misna azt mondja, hogy Isten ezeket a dolgokat, ezeket pénteken, már a világ teremtésekor pénteken megteremtette, az a teremtés 6. napján. Most ez amellett, hogy nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és órákat lehetne róla beszélni, hogy mi ez a 10 dolog, miért pont ezt a 10 dolgot, korábban is beszéltünk róla, és egyszer majd biztos fogunk még, de most nem, nincsen ennek itt az ideje, hogy miért ezt a 10 dolgot, és hogy mi történik, de a mi kérdésünk szempontjából most az az izgalmas, hogy ez a 10 dolog már meg lett teremtve a világ teremtésekor. A Bálám szamarának a szája, a Bálám szamara, az a szamár, ami megszólalt, amikor Bálám rácsapott, ugye a tórai bibliai történetben, Bálám szamara, ami elkezdett beszélni, ez a szamár már meg lett teremtve a Biblia a világ teremtésekor, és csak 2500 évvel később, a világ teremtése után, ugye az egyiptomi, vagy a Mózes ugye körülbelül 2500 évvel a teremtés után élt, ugye 2448-ban vándoroltak ki a zsidók Egyiptomból, tehát 2448 évvel a teremtés után, és azután nem sokkal történt Bálám történet, tehát mondjuk kerekítsük le, és mondjuk azt, hogy körülbelül
2500 évvel a teremtés után történt meg az az eset, amikor annak a szamárnak dolga lett. Az a szamár, amit Isten már megteremtett a teremtéskor, annak csak 2500 évvel később lett dolga. Magyarul mi is történik a csodákkal? Ezek a csodák már bevannak, ahogy az előbb a Maimonidest idéztem, ezek a csodák már bevannak kódolva a teremtés által, csak mi nem tudjuk, csak mi nem látjuk, de az nem azt jelenti, hogy az ne a természetes működés része lenne. Úgyhogy ez a zsidóság álláspontja, ami a csodákat illet. És igenis vannak csodák. Ma ilyen típusú csodák ma nincsenek. Abban hiszünk, hogyha majd eljön a Mesiás, és a felépül a Jeruzsálemi Szentély, mert a Jeruzsálemi Szentélyben is voltak mindenféle csodák, például a Jeruzsálemi Szentélyben az áldozati füstoszlop az mindig teljesen egyenesen szállt fel az égbe, és a szél nem fújta el a füstöt, tehát ugye az áldozati oltárról a füst az egyenesen ment, egy egyenes oszlopban, és a szél nem mozgatta meg, akár mekkora szél is fúj. Az eső nem oltotta el az áldozati oltár tüzét. Senki nem lett rosszul a nagy melegben az áldozat, a látványtól, ami ott volt az áldozati, hogy egy csomó állat haltott meg, az egy nagy vágóhíd volt tulajdonképpen, és egy terhes asszony se lett rosszul soha. Ilyen és ehhez hasonló, vagy pedig a tűz, ami az áldozati oltáron égett, az egy ilyen ugró oroszlánt formált. Olyan volt a látvány, a tűznek a látványa. Ezek mind csodálatos események voltak a Jeruzsálemi Szentélyben, ma már nincsenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek majd később, amikor Isten segítségével a Messiás, a megváltó eljövetelével fel fog épülni a harmadik Jeruzsálemi Szent, és akkor majd megint lesznek ilyen típusú csodák is. Addig pedig be kell érjük a kis hétköznapi csodákkal, kisebb-nagyobb csodákkal. Hétköznapi csodákkal, kisebb-nagyobb csodákkal. De ez nem azt jelenti, hogy ma nincsenek csodák. Oké? Okay? Következő kérdés. Erről most jó sokat beszéltem. Tisztelt Rabbi, hogy nincs 8. Lubavitch Rebbe? Miért ért véget a hagyomány Schneerson Rebbével? Ugye a Chabad rebék, a Chabad mozgalom rabbiai, vezetői rebéi, azok általában gyermek, vagy fiúgyermek, vagy pedig tanítvány, vagy valahogy így, vagy pedig vej keresztül öröklődtek. Ugye a 7. Lubavitch Rebbe, az a 6. Lubavitch Rebbének a veje volt. A 6. Lubavitch Rebbének ugyanis nem volt fia, volt viszont két lánya, és a két lányának a férjei közül került ki, az egyik lett a 7. Rebbe, tehát a veje a 6. Rebbének. A 7. Rebbének viszont nem volt gyermeke. Se fia nem volt, se lánya nem volt, mert Menachem Mendel Schneerson Rebbének nem volt se fia, se lánya, és ilyen tekintetben tehát nincsen utód. Ez a praktikus oka, hogy miért nincsen 8. Lubavitch Rebbe. A nem praktikus oka pedig az, hogy a 7. Lubavitch Rebbe olyan magasra tette a mércét, ha úgy tetszik, olyan fantasztikus ember volt, és olyan fantasztikus vezető volt, hogy nem igen van olyan, aki az ő nyomába tudna lépni, úgyhogy ezért nem választottak következő rebét a Chabad mozgalomban. Ezért nincsen következő rebe a Chabad mozgalomban. Hanem a 7. rebe még mindig, ő még mindig a nemzedékünk vezetője, még mindig ő a Chabad mozgalom vezetője, és ugye az egész generáció, ha úgy tetszik, akkor a világ zsidóságának a szellemi vezetője a mai világban is. Oké, okay. Most már napok óta, vagy hetek óta a Lubavitch Rebbe, az előbb említett 7. Lubavitch Rebbe, Jom-Jom című könyvét tanuljuk, ugyebár minden napra van egy rövid, inkább kinyitom ott, ahol látszik is, minden napra van egy rövid kis haszid gondolat, egy rövid kis aforizma, egy történet, egy zsidó szokás, egy haszid hagyomány, úgyhogy ma Svátó 21-e van, tehát ugye Héber naptárban estétől estig tartanak a napok, ugye pár órával ezelőtt leszállt a nap, és elkezdődött ugye a Svátó 21-e. Azt írja a Rebbe, először elmondom a tényleges szöveget, aztán pedig elmondom, hogy mit kell, vagy hogy mire gondol a Rebbe itt, vagy milyen valami kis magyarázatot adok. A haszid feleségek és hajadonok, azaz lányok, legyenek megáldva hosszú és jó életre. A kötelessége, hogy első helyet foglaljanak el mindennel kapcsolatban, mely szent vallásunk erősítését és a zsidóság ügyét szolgálja úgy általában. Ezért a feleségek és lányok szervezenek haszid nőegyleteket, és hogy megerősítsék a haszid gyakorlatokat a gyermeknevelés és az oktatás terén, ahogy az ősidők óta szokás a haszid otthonokban. Ennyi az egész, ennyi az összes bejegyzés. Azt mondja, hogy a lányok és az asszonyok feladata a gyermek
nevelése, a gyermek, a zsidó oktatása, a Tóra alapú oktatásának a biztosítása. Ugye azt mondani se kell, hogy a Tóra értékein történő nevelés az egyik legalapvetőbb fontosságú hagyomány a zsidóságban. Hiszen ha nem neveljük a Tórára, a zsidó vallásgyakorlatra a gyermekeinket, akkor Isten ments, a hagyomány, ami elkezdődött már Ábrahámtól 4400 évvel ezelőtt, ami elkezdődött Ábrahámnál több mint 4000 évvel ezelőtt, és aztán folytatódott Izsák, Jákob, József, a testvérek, utána később Mózes, és így tovább, 4000 év hagyománya törik meg akkor, hogyha a gyermekeinket nem neveljük a zsidóság, a Biblia, a Tóra értékeire, és a vallásgyakorlatra, és a micvák, a parancsolatok betartására. Zsák utca. Az történik, ha a gyermekeket nem neveljük. Ezáltal biztosítható ugyanis csak a Tóra fennmaradása, a zsidóság fennmaradása, hogyha a gyermekeinket ezekre az értékekre, a Tóra alapú életre, a parancsolatok betartására, az Isten szolgálat fontosságára neveljük. Hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg, ezért a zsidó nevelés az a legfontosabb, talán a legfontosabb küldetés minden ember, és főként minden szülő számára. Most a Rebbe azt mondja, és nem véletlenül, hogy a nevelés és az oktatás az elsősorban a nők feladata, még akkor is természetesen mielőtt félreértetek, az apának kötelessége, először is az apának kötelessége gondoskodni arról, hogy legyen elég pénz, hogy mi neveljük a gyerekünket Tóra alapú életre, és tudjuk őt tanítatni zsidó iskolában, és így tovább. Ez egyik dolog. És természetesen az apának is kell tanítani a gyereket. De ha jobban belegondoltok, ki az, akinél a kulcs van, ki az, aki egy otthonban megmondja, hogy igazán, hogy mi fog történni, ki az, akinek a legnagyobb befolyása van arra, hogy mi fog történni egy otthonban, az az anya, az a nő. Ezt nem kisebb ember mondja, mint Salamon. Salamon király a példabeszédek könyve, első fejezet, 8. vers, azt mondja, Smábeni muszára véha, ve áltitos toráti meha. Halljad, fiam, atyád nevelését, és ne felejtsd el anyád tóráját. Salamon a példabeszédek könyvében azt mondja, anyád törvényét, anyád tóráját. Salamon azt mondja tehát, Smábeni muszára véha, ve áltitos toráti meha, az anya, a tóra, a Tóra neveli, a Tóra szellemiségére való nevelés, az bizony az anyától jön még akkor is, hogyha az apa a Tóra tudós, és az apa tanítja ténylegesen a gyereket. De az anyának kell nyüstölni, az anyának kell, hogy ez fontos legyen, az anyának kell, hogy ez az anya az, aki tulajdonképpen akinek a kezében összpontosul ez a hatalom. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek, és talán egyet is értetek velem, hogy ez teljesen evidens. Mert persze, és főleg ráadásul zsidó családokban, hogy a nők nagyon jól tudják, hogy hogyan kell úgy vezetni a háztartást, és hogyan kell úgy vezetni a házat, hogy az apa, a férfi a büszkeségével azt gondolja, hogy ő itt az úr a házban, de valójában az igazi úr a házban, az bizony a feleség, az bizony az asszony. Smábeni muszara véhávé áltitos toráti mehá, ne feledd, halld fiam atyát tanítását, és ne hagyd el anyát tóráját. Mert a vallásos nevelés, a hagyomány, a gyakorlat, ugye, egy gyereket, ugye hogyan nevelünk egy gyereket? Nem csak olyan módon, hogy leülünk vele, és mesélünk neki, és tanítunk, hanem látja a gyakorlatban. Látja, amit a felnőttek csinálnak. Márpedig az, hogy egy otthonban a zsidó szokások és a zsidó törvények maradéktalanul meglegyenek tartva, ez jó részben a feleségen múlik. Ugye, aki otthon van a házban a kisgyerekkel, hogy ez a gyerek megmossa a kezét, mikor reggel föl kell, hogy ez a gyerek megmossa a fogát, mikor reggel föl kell, hogy ez a gyerek mondjon egy imát, mondja, hogyha már tud beszélni természetesen. Modern illefa necha melechajvekajam sehezártabi nismati behemla rabá emunatecha. Hálát adok neked, örökké élő király, hogy visszahelyezted belém a lelket, nagy kegyességedben, igen, megbízható vagy. Szóval ez az egész Isten szolgálat, az egész hagyomány, az tulajdonképpen elsősorban és legelsősorban az anyán múlik. Ezért mondja a Rebbe, hogy a haszid feleségek és hajadonok, akik legyenek megáldva hosszú és jó életre, az ő kötelességük, hogy első helyet foglaljanak el mindennek kapcsolatban,
mely szent vallásunk erő, megerősítését és a zsidókság ügyét szolgálja úgy általában. Azt is mondja Rebe, ezért a feleségek és a lányok szervezenek haszid nőegyleteket. Az azt jelenti, hogy szervezzenek csoportokat, ahol megoszthatják a tapasztalatokat, ahol tanácsokat tudnak adni egymásnak. Egy gyereknevelés nem egy egyszerű feladat. Nem egyszerű feladat még egy apának se, nemhogy egy anyának. A gyermek, és nem csak a gyermekek ellátásáról van szó, ami egy külön fizikai fáradtság. Nem csak a gyermek, a gyereknevelés az nem csak pusztán a gyermekek ellátását jelenti, hogy gondoskodjunk róla, hogy van mit egyen, van mit igyon, ki van cserélve a pelenkája, ha beteg megvan, meg kell gyógyítani, és így tovább, és így tovább. Ez mind a gyermek ellátása, de ez még nem a gyermek nevelése, hogy játszunk vele, hogy az már, hogy játszunk vele, hogy tanítsuk, hogy példát mutassunk, hogy beszélgessünk vele, hogy meséljünk neki. Az már a gyereknevelés, az már nem pusztán arról van szó, hogy ellátjuk a gyermek szükségletét. Jó példában járjunk elő, hogy azt lássa a gyerek otthon, amit látnia kell, mintaszerű életet, istenfélő életet, zsidó életet lásson a gyerek maga előtt, hogy aztán ezt lássa követendő példának, hogy aztán ez belé ivódva meghonosodjon, gyökeret eresszen, hogy aztán később, amikor felnőtt lesz, akkor ne akarja majd azt elhagyni. Akkor már, amikor majd felnőtt lesz, ne akarja azt majd elhagyni. A nevelés az rendkívül fontos. Még akkor is, hogyha az ember úgy gondolja, hogy ő maga nem kellően nagy tudós, és nem kellően jól ápolta a hagyományokat, kutya kötelességünk megteremteni a gyermekeinknek, legalább a gyermekeinknek, hogy ők tudják folytatni a hagyománynak ezt a csodálatos, a hagyománynak a csodálatos láncolatát. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este, mindjárt ki fogom tenni a mai tanulás anyagát ide a Facebookra, köszönöm a kérdéseket, ha van bárkinek kérdése, akkor léci, küldjétek el ezen az oldalon privát üzenetben, és akkor Isten segít, meg fogom azokat is válaszolni. Köszönöm, hogy ma is ilyen sokan itt voltatok, megint a régi tömeg van, több mint 130-an is voltak, azt hiszem, ma úgy láttam, de 125 fölött biztosan volt. Ennek nagyon örülök, tényleg nagyon megtisztelő, igyekszem rászolgálni a bizalmatokra. Remélem, hogy holnap este is ilyen sokan leszünk, vagy nem csak ilyen sokan, hanem még többen. Szép jó estét kívánok mindenkinek, jó egészséget, sziasztok!